elmúlása sohasem tervez. Úgy érzi halhatatlan, ide ott van a holnapban. De mikor közelít a vég, hiába könyörök a jó Istenhez. Adjon egy kis időt még, hisz az életből búcsúzni kell egy kis haladék. Csak 60 perce van még élni. Nagyságodat akarja látni. Mindenkit elküldött maga mellől. Engem is. Tessék bemenni hozzá. De milyen sorsot érdemel, a pagolt üzénékele, aki mi senkinek se nyújtott támaszt. Hatalma egekig nő, micsoda zsarnok, de az Isten sem értalmaz, maga már teszik ér. Most még a rögtön jöttem. Ön megállt sírni, pedig tudja, hogy az időm rövid. Jegyezze fel, amit mondok. Minden szavamat 3 fiamról rendelkezem. Legidősebb fiam, Ödön. Maradjon a szentpétervári udvarnál. Most még csak követségi titkár, de nagy jövő áll előtte. De az a lány, aki miatt el kellett küldenem Ödönt, csak egy paplánya. Egy baradlai nem veheti el. Üzz el, amilyen messzire csak lehet. Soha többé nem láthatják egymást. Második fiam, Richard. Katonaként a császárt szolgálja, hogy megparancsoltam, és ez így marad. Ne nősüljön meg soha. Egy asszony csak útban van. Egész élete a császáré legyen. Ha elesik, halálával családunk fényét emeli. Legkisebb fiam, Jenő. Őt szerettem a legjobban, de ezt ne tudja meg soha. Bánjon bele én is, mostohán, mint ahogy én tettem. Maradjon Bécsben, az udvarnál. Küzdje fel magát egyedül. Ne segítsen neki semmiben. A küzdelem, az majd kiöli az ábrányait. 3 erős oszlop tartja majd, amit alkottam. Egy diplomata, egy katona, egy főhivatal. Fia a feleség, fénye mellett alig ért szabadul van a börtönből. Mihez kezd összeképp, nem se tegyen éves még, és az ő színe nincs körül. Főispáni tisztemet örökölje Ridegvári Bence, a vármegye császári adminisztrátora. De ön, Mari, 6 héttel a temetésem után férhez megy Ridegvárihoz, ne? Semmi érzelem. Nem veszünk búcsút, én itt maradok. Örökre. Ez a végakaratom. A föl ne forogjon, hanem álljon. Fiaimat, ne lássam évekig egy megtört család, úgy végleg szétesik, ha Ödön többé. Haza már nem jöhet s a bátor Richard, Bécsben kap sírkövet, Jenő oly más. Őt néha óvni kell az életükért, megküzdök bárkivel, de rideg zsarnokom. Mostantól nincs nekem, halld meg tehát, esküvet Istenem, mindannak, mit mondott az ellenkezőjét, mindannak, mit kívánt az ellenkezőjét, mindannak, mit vágyott az ellenkezőjét. Milyen rémes nap. Igen, a legsötétebb nap. Őszintén osztozom a gyászban önnel, mindenben számíthat rám. Abban kell hinnem, talán újra napok ébrednek, majd a kell.